Ajándékokkal halmozták el a mentősök és a 112-es segélyhívó munkatársai azt a 8 éves kisfiút, aki még márciusban azzal mentette meg szívbeteg édesanyja életét, hogy tudta, kit kell hívni és hogyan kell leírni édesanyja rosszullétét. Hívása a Miskolci Segélyhívó Központba futott be, ahol most vendégül látták a bátor kisfiút. Jó napot kívánok, Segélyhívó Központ, miben tudok segíteni? Jó napot kívánok, az anyukám így sérült. Ha Máté arca nem is, hangja biztosan sokaknak ismerős, hiszen a hangfelvétel nemrég bejárta szinte a teljes magyar sajtót. Máté az a bátor 8 éves kisfiú, aki márciusban egy telefonhívással megmentette édesanyja életét. Mentünk ki a buszmegállóhoz, és akkor így mondta, hogy sérülök, és akkor így visszafordultunk, azt így hazaértünk, lefeküdt az ágyra, azt így mondta, hogy rosszul van. Ekkor hívta Máté a 112-t. Először nagyon megdöbbentő volt, szóval amikor így elkezdte mondani, hogy hogy hívják, és hogy mi a probléma, hogy az anyukája rosszul van, és hogy voltak már előjelei. Így meg is kérdeztem, hogy hány éves, és akkor mondta, hogy 8. A 8 éves kisfiú a mentősök minden utasítását követte. Szólíts meg anyukádat, Máté, visszaszól. Anya, anya, nem akar válaszolni, és csak suttogott. Máté bármíg csak 8 éves, tökéletesen írta le édesanyja állapotát a mentősöknek. Azt is megtudtam, hogy szívbeteg, gyógyszereket szed rá. Akkor egy eszméletvizsgálat történt, amiből kiderült, hogy nem eszméletlen. Tudtam az édesanyjával beszélni, végig vonalban maradtam vele, és megvártuk a rendőröket, mentős kollégákat, és akkor addig beszélgettem az édesanyjával. Máté édesanyja csak foszlányokra emlékszik a történtekből. Nagyon nem is bírtam visszahallgatni, szóval valamit, hogy ezt átéltünk akkor ott, ugye ez eléggé megterhelő volt így lelkileg, de ő nem tudja például végighallgatni ezt. Ő annyira, hát ugye ez a hatás, amit ott átéltünk, akkor ez nem volt egy könnyű helyzet, és azért. De nagyon büszke voltam rá, hogy ilyen ügyes és okos volt. A történtek után ma Mátét vendégül látták, és bátorságáért meg is ajándékozták a Miskolci Segélyhívó Központban, ahol találkozott az operátorokkal, a mentősökkel és a rendőrökkel is. Máté egyébként maga is rendőr szeretne lenni.